Így segítettek a nyíregyházi Móri Zsigmond iskola diákjai a faültetésben, lapáttal, a lábukkal, a kezükkel, kinek mi jutott. A megye székhelyen a testvérvárosokkal, Szatmár Németivel és Ungvárral közös pályázat keretében a közelmúltban 50 facsemetét ültettek el. A projekt célja a légszennyezettség csökkentése és a levegő minőségének javítása. Egy 415 ezer euró közti nagyságrend, tehát ez forintban egy 150 milliós finanszírozás, ennek a 90%-a támogatás, 10%-ot kellett hozzátenni. A pályázatösszeg nagyobb részét itt Nyíregyházán hasznosíthatjuk. Létrehozunk egy új mérőállomást, ugye ami van ott a Nagykörút mellett, Rákóczi Nagykörút kereszteződésben nem igazán a legjobb helyen van, nem is a legmodernebb, és nem is biztos, hogy mindig hiteles adatokat ad. Ezért egy másik helyen is lesz egy új mérőállomás, és ezen kívül 100 darab ilyen mobil mérőeszköz beszerzünk a három városnak. Minek az a lényege, hogy hiteles képünk lesz egy idő után arról, hogy melyik időszakban, melyik városrészben milyen a szennyezettség. Ugye ez egy diagnózis, ami nélkül nincs terápia, tehát ez kell ahhoz, hogy megfelelő intézkedéseket tudjunk hozni. Ezek a kis facsemeték, ha megnőnek, sokat segíthetnek a város levegőjének. A légszennyezettség döntő részét a lakossági fűtés okozza, több, mint kétharmad arányban. Szeptember vége, október, valamint január és február a legszennyezettebb időszakok. Ekkor, ha kedvezőtlen meteorológiai körülmények társulnak a fűtési szezonhoz, a levegő minősége Nyíregyházán az egészségügyi határértéket tartósan meghaladja. A műszereken kívül, tehát ahogy mondtam, egy intézkedési terv is kapcsolódna, illetve egy levegőtisztaságvédelmi irodát is fogunk működtetni a kormányhivatalon belül, ahol részletes tájékoztatást fogunk adni az aktuális levegő minőségű helyzetről, mi várható, hogyan tehetünk javítása érdekében. Tehát ezt egy iroda keretén belül is szeretném bemutatni. Ez a pályázat tavaly augusztusban kezdődött, és 2023. január végén zárul, de a testvérvárosi kapcsolat már közel 20 éves. A környezettudatosság, a levegő minősége mindannyiunknak közös érdeke. Ebben a projektben levegő minőség mérő berendezéseket vásárolunk, szerzünk be a városoknak, illetve a mai napon elültettünk 50 fát itt Nyíregyházán. Ennek lesz egy következő állomása majd Szatmárnémetiben is, ahol szintén fákat fogunk ültetni. Nagyon fontosnak tartom, hogy be vannak vonva a gyerkőcök is, a diákok, hiszen ők a letéteményesei annak, hogy az általunk kitűzött célok meg is valósuljanak. Rajtuk múlik, hiszen most értük is dolgozunk, viszont ők is jó, hogyha már ilyen pici korban környezettudatosak. Én azt látom, hogy Nyíregyházán ez a dolog működik. A polgármester elmondta, a két település közös célja, hogy a jövőben is egyre több projektet tudjanak együtt elindítani, és ezek mentén is megerősítsék a városok közötti kapcsolatot. A környezettudatosság jegyében a fákat a jövőben a gyerekek öntözik majd.